Paddy Attila, valamint Gyetvai Balázs is részt vett a Hungarian Openen. A nemzetközi viadalon a dunaújvárosi Foxese összesen 4 versenyzővel képviseltette magát. Budapesten ez az országos 12. alkalommal megrendezett brazil jiu-jitsu open verseny, amelynek az abszolút kategóriájába első helyezett lettem. Ezen kívül indultam még a Masters kategóriába, ez a 30 évtől fölfelé volt. Ott nem sikerült sajnos helyezést elérnem, mert az első sorsoláson egy olyan emberkit kaptam, aki aztán megnyerte a kategória versenyt. A versenyen nem csak magyarok vehettek részt, mivel a tornát nem kvalifikációhoz, hanem a nevezési díj befizetéséhez kötötték, a Foxese sportolóinak többek között lengyel, szlovák, cseh, valamint osztrák vetélytársakkal is meg kellett küzdeni. Mészáros Márk felnőtt 71 kilóba indult, ő bronzérmet szerzett egy rendkívül erős mezőnybe, nagyon jól küzdött. Paddy Attila senior abszolútba aranyérmet szerzett, Nagy Dávid pedig ezüstöt juniorba, 71 kilóba, én meg egy aranyat, meg egy ezüstöt. A dunaújvárosiak számára idén még egy jelentős verseny lesz. December 10-én Kistelek ad otthont a Grappling Liga 3. fordulójának.